atmosphere has already started here in Sao Paulo as Brazil welcomes the Formula One Grand Prix. The Autódromo José Carlos Pache has been a staple of the racing calendar for decades, and soon we'll once again be watching the best drivers in the world give it their all. Zavarma the Sao Paulo track is beautifully designed to present an enticing challenge for teams and drivers alike. Between medium speed S-corners, hill climbs, and the high speed section after Junsao, this circuit calls for cars to have a balanced setup to succeed here. Bazd meg, Danny! Szervusz! Mármint, hogy nagy tisztelettel örvendek. Szia, Danny! Hogy vagy, Mizu? Istenem! Most ez mi volt ez? Nagyon jó a stream, örülök, hogy itt lehetek. Most miért csinálsz úgy, mintha nem... Jézusom! Hát gyerekek! Ha a mexikói nagydíjra azt mondtuk, hogy jó volt, akkor ez most így... Na? Időmérő edzésen, Tsunami, versenyen szintúgy? Csak mondom. Így van egyébként. Aki még szeretne nyalizni, az nyugodtan jöjjön. Nem egyébként, most nem amit valaki magára veszi. Mondjuk, tudjátok, Denin kívül bárki magára vehetik. Vagyis, hogy... Mit tudom én már? Ne kavarjatok össze itt nekem, gyerekek. Mi van itt veletek? Elsőnök össze akartok zavarni? Red Bull-al vagytok mi? Biztos, hogy a Red Bull-al vagytok. Azért vagytok itt, hogy összezavarjatok. Mindent elkövettek annak érdekében, hogy én itt meg legyek bolondítva. És igen, tudom, nem kell sokszor sokat rátenni arra, hogy meg legyek őrülve. Na jó van. Sok a duba. Hadd szóljon! Gyerünk! Radio check me. Ez egy csodálatos pálya, úristen. Nagyon fogjuk ezt élvezni, remélem. Remélem, hogy lesz egy baromian király brazil rajdiunk. Nagyon! Régen voltunk már itt Brazíliában, úgy istenesen, nem? Szia, Lisi! Fittipaldi! Le fog ugrani egy edzése? Nem. Hogyan? Figyelj! Nem véletlenül szoktam én ős Fittipaldinak hívni. Erre csak ennyit mondanék. Jó, Máté Zoli. 15 millióval zárjuk a szalont? Az nem olyan hűde sok. Jó, majd... Kicsit, hogy a dolgok után kell nézni. Azok gyorsan kiszadok, mindjárt jövök, jó? Haladok. Someone spun out. Was that a lockup on the track?
Sounds like we've had a spin. We've just had a car run wide. Oh, we've had a spin. Hú, siettem ám, nagyon futottam. Az a baj, hogy amikor sietek, akkor mindig történik valami. Most is kiborította megint a kávét. Ugye többet nem fogok sietni. Szépen, nyugodtan, öregesen, ahogy kell. Na hát... De nincs igaza? Mit kapkolódjak? Állandóan ez van. Hurogatok ilyenkor. Úgyhogy szépen. De közepes, közepes. Közepes, jó mondom. Mi? Valami nem jó. Valami nem lesz jó. Szerintem inkább itt így kéne menni, ugye? Látjuk. Radio technik. Lassú munkához idő kell, ahogy a mondás is tartja. Ez igaz, ez igaz. Szia Chandler! Ha te még mindig itt vagy? Apukám, apukám! Ez igen. Csak vigyorog! De nyomod közben? Jó van. Jó van. Na, nem akarok ám zavarni. Csöndesebb. Csöndesebb leszek most majd. Streamet csak nem hagyom ki. Ja, hát ez igaz. Ez igaz. Bármi történhet. Bármi történhet. Egyébként meg dicséretes magatartás. Hát azért tessék példát venni Mateszről. Ről. Tök mindegy. Végül is nem. Mateszról vagy ről? Mateszról. Tök mindegy, adjuk. Ilyenekről beszélgetünk. Rél? Matesz rél? Hát igen, ilyenkor jönni szokott egy harmadik opció, hát persze. Hát hogy ne. Még könnyebb legyen ugye dönteni.
Gyerekek, ez nagyon mellé ment. Ajajaj, ez nagyon mellé ment. Baszkikáim, ajajaj. Ez igen mellé ment. Baszkus, nézzük meg. Schumacher 61. Mi? Nem végeztél? Akkor menjél vissza, hülye. Micsoda marha. Na most mutasd magad, kisfiam. Na 88, hát tud ez a gyerek, látjátok? Aj! Persze, hogy tud. Hatesről. Jó van. Remélem mindenki kiokoskodta magát a mai napra. Innentől kezdve én jövök. Végetek lesz. Nem is tudom. Hoztam egy kis császár morzsát egyébként. Semmi extra. Csak úgy módjával. Akkor öntve egy kis szilva. Vártással. Majd itt elcsipegetgetem. Két előzés között. Két győzelem között. Aztán majd desszertnek hozok egy kis kaviárt. Aztán, hogyha még mindig éhes vagyok, akkor bevágok egy fél kiló lazacot. Aztán ennyi, nem akarok itt azért már nagyon túlzásokba esti. Pesgő. Pesgő nem is volt. Sokat eszek. Hát ma diétázom. Is hülye gyerek. Na, gyerünk már! Schumacher! De lassan csinálja meg. Csém. Ennyi már, te jó ég. Érdekes amúgy, hogy a pálya alkalmazkodások mennyivel gyorsabban megy nála. Mitől van? Magnussen... ehhez képes, ugye? Ott meg az autóbeállítás meg sokkal gyorsabban. Érdekes. Bazd meg. Pereznek büntetése van. Russellnek is büntetése van. Na. Nézd oda. Ez jól néz ki. Nagyon jól néz ki. Oké. Schumacheren akkor állítunk. Állítunk egy jót. Itt már bizony várható az eső. Hát... jó, nézzük meg ezt így, hát ha beadja. Akkor 20 kör. 20 kör kelleni fog ennek a szerencsétlennek. Magnussennek is.
Oké, fiúk. Irány. Hát a gyakorlás. Radio check, have. Radio's good. Ki a Saurus? Ja, így van, Andris. Ez igaz. Jó, hát az tegnap volt. Tegnap volt. Ma megint diéta van. Egy napig. Egy napig. Ez egy napos diéta. Nem hallottál még ilyenről? Andris. Mostanában egy kicsiké szét vagy esve, én azt látom rajtad. Mitől van ez? Valahogy olyan... Kergebirka lettél. Ön kis... pajkos. Nem pajkos, hanem olyan... Nem is tudom. Andris, figyelj ide! Nem a régi vagy, az a lényeg. Nem vagy az. Szét vagy esve. Like a spin. Na. Assza meg, hát Magnussen. Mit a tetű? Kisfiam. 92. 89, hát ez visszafejlődés lett. De miért? Akkor lényegében erre kell elmozdulni. Kettő között, mert itt jó volt, itt is jó volt, hát akkor kettő közepe. De szar. Hihetetlen. Itt meg erre? Így. Így bizony. Ajaj, a lágygumi nagyon nem néz ki jól. Egyre rosszabb. Vizsgák, szesszió, stresszió. Jó van, Andris, fogd vissza magad. Ilyen szakszavakat azért légy szíves mellőzd a jövőben, kérlek. Ah, 95. Jól van. Figyelj, büszke rád mindenki, Schumacher. Egyébként ez ennyi. Tehát megvan a... Axos teljesítménybónusz, tehát tovább minek szenvedjünk, nem így van? Na, ennyi. Dehogy már. De amúgy figyelj ide, tehát a tavalyi hónapra is ezt mondtad nekem, hogy vizsgázol. Te minden hónapban vizsgázol? Hát hova jársz te? Hát ez mi van? Február eleje. Januárban szoktak lenni a vizsgák. Hát hülyének nézel? Én tudom, hogy mitől döglik a légy. Bizony. Útvizsga! Ja, az igaz, az mondjuk lehet. Szia, Patrik! Így van. Na, Gergó megjött. Jó van. Róka, még nem akar beszállni a buliba? Hú, vagy lehet, hogy ti egy követ fújtok. Biztos. Hát biztos. Hát Istenem. Hol van, gyere be! De gyorsan! Ez jó! Jó néz ki! Gyorsan! Ez az? Gyorsan? Úgy. Januártól februárig! Andris! Románoknak még mindig január van? Ezek szerint. Tehát már nálunk Magyarországon február 7 van. Azt mondja február ig. Pótvizsga időzak meg február. Ja! Ja! Csak tovább kellett volna olvassom. Bazd meg, közben várjál. Andris! Na jó van, mondjuk. Szerencséd van, százas lett a beállítás. Majdnem lebannoltalak véletlenül. Hát akkor pótvizsgáznod kell? Andris, pedig te egy nagyon intelligens gyerek vagy. Én úgy vettelek észre. Komolyan, kis...
Úriember! Gergő, hogy beletrafált? Azt a... Nagyon szép, jól van, Andris, figyelj ide, hát a csajok azok tudod, hogy azért a potvizsgálókra buknak. Azt ugye tudod, hogy honnan tudom? Hallottam. Sok haver mesélte. Úgyhogy... átérzem. A helyzeted... ennyi. Szia, olasz. Aki nem. És esővel kezdünk egyből, odarész. Most azért majdnem én is Gerge birka lettem. És... majdnem elfelejtettem kicserélni az erőforrást. Tehény Andris, most jól lejárattalak, ugye? Mi? Nem kell pótvizsgáznod? Akkor mit hazudozol? Mi van? A rendes vizsgai időszak január 23-tól február 12-ig van. Andris, hazudsz. Biztos. Én megkérnélek arra, hogy a jövőben vállald a tetteidért a felelősséget. Andris. Kutyafáját! Egyszer csak azon fogod magad kapni, hogy be leszel állítva a sarokba. Azt majd nézegelődhetsz. Azt hiszem. Hát ez... komolyan mondom. Na most akkor mi van? Mennyi eső lesz? Elvileg kevesebb víz lesz majd a pályán, de hát most tudod, ki fogja ezt elhinni. Én biztos, hogy nem. Majd aki téglával törli az ablakot, az elhiszi. Én biztos, hogy nem. Úgyhogy szépen kisasszézunk, most egészen kevés víz van a pályán. Menjünk ki, fussunk egy gyorskört, az jó közön. Ja. Na, az mondjuk jó, Andris, az nagyon jó. Ja, nem, én csak hülyéskedek Andrissal egyébként, Saurus. No more rain expected. Csak próbálok kötözködni. Távol. Hát milyen okból kérdőjelezném meg bárkinek a szavát is valójában, nem? Olyan dolgokban meg pláne, amihez konkrétan nekem semmi közöm soha nem is volt. Hú, ez jól néz ki. Pont a kör kezdetére fölszárad a pálya. Can push even more. Én nem tudom. Menjünk agresszív stílusba? Menjünk abba, azért annyira nem kell. Nem kell szétszedni a gépezetet. Okay, ja, Tocsi. Na jó, hát szerintem lépjünk oda, nem? Kacok, hát most... ne tötypörögjünk, hát kurva sok nagy díj van még vissza. Nem is azt mondom, hogy sok nagy díj, de jó néhány esemény még azért vár ránk így a mai nap. Ha le akarjuk zárni ezt a szezont, akkor még menni kell Abu Dhabiba, akkor föl kell készülni az új szezonra. Hát előszezon, szezonnyitó, bla 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 bla. Úgyhogy... nem töltöttem fel az RS-t? Hát ez lehet, hogy nem lesz amúgy probléma. Majd kivezetőn feltöltik nagyjából szerintem. Meg lehet, hogy mindjárt föl kell tenni a száraz gumit? Hát eléggé határon van a pálya. Hát nekünk az lenne most a legjobb, hogyha jönne egy óriási eső.
Alonso negyedik. És ott az eső. Oda néz, gyönyörű. Hát minden kívánságunk itt elsüljön, nem? Na. Aztán a végén eljutunk oda, hogy le tudom majd diktálni a nyerő számait az ötös lottónak. Ki se jövök. Semmi értelme. Hát 3 mm víz mellett kezdik meg a körüket. És kör végére ez 2,8. Kiesik Hamilton! Gratulálok! Te jó ég! Bottas! Alonso, 4-5! Verstappen 13. helyen jutott tovább! Az meg! Na ezért durva az esős időmérő. Ezért is. Hihetetlen. Itt meg már szárazság. Komoly. Egyből menni kell. Radio check. Fix, hogy jön az eső. Figyeljetek! Óriási esőt jósoltak a mai napra. Óriási. Nem tudom azt elképzelni, hogy csak ennyivel megúszunk, hogy 10 percen keresztül esett az eső, aztán... Szevasz. Villámgyorsan megyünk kifele. Pedig egyébként a... Székbolt is arról árulkodik, hogy ez ennyi volt. Tökéletes, júj de jó! Nagyon szuper. És akkor innentől kezdve biztonságban vagyunk. Mert ez fix, hogy olyan kör volt, amivel tovább jutunk. Légüres térbe mutattuk ezt a gyorskört, ezeket a gyorsköröket. Ez ennyi. Mi van? Gasly! Hogy a picsába jöttek ezek ilyen köröket, te? Mi ez? Alonso. Bottas, Gasly, Ocon. Ki kell jönni még egyszer Schumacheren. Hát ha Perez is... Leclerc... Na oda néz, ki sem mondom. Igen, alakul. Leclerc mindjárt befejezi a körét. Ennyi. Kieső zónában van Schumacher. Jó, Magnussennel már nem hiszem, hogy kell rettegni. Jön-e eső? Hát valami lesz, az biztos. 87%-on vagyunk. Hát nem kéne kockáztatni, ugye? Ja. Szerintem kivegyünk mind a kettő pilótánkkal. Így van. Az attack mód az sokkal gyorsabb, mint az agresszív. Hát azért, hogy óvjuk a technikát, meg a gumikat. Ne nyúzzunk szét, mert elég az agresszív. Eddig mindig elég volt ahhoz, hogy beüssünk a Q3-ba. Hát úgy többé-kevésbé igen.
Kev, if you've got some margin, try to increase the pace a little bit. Copy that. Gyerünk, 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 gyerünk. Schumacher autójában ülünk. Gyönyörű, szép, légüres tér. Ezt végig kell vinni, és ez szerintem meg lesz. Nézzük az első szektor mérési pontjánál, mit mutat az óra? Lila első szektor Perez neve mellett. Schumacher javít. Magnussen javít. Kiváló. Schumacher nagyon jó kört fog jönni. Hát egy tized... Már jött a konyhára, és most jön a legtechnikásabb rész. Hát csak az a baj, kör végére ez el fog fogyni. Mármint a gumi. Felsztappenné a középső szektor. 34-0. 34-5. Nem baj, zöldül. Ez nagyon fontos. Hát nagyon kellett a kör. Schumacherrel. Egy szép javítás. Ilyen gumikkal legalábbis ez teljes mértékben az. Jó van, 6. és 9. hely. Hát akkor majd a Q3-ba meg okoskodni kell egy picikét. Csak az a baj, hogy amikor be van harangozva előre, hogy jön az eső. Nézd meg, tehát óriási esőt jósoltak. Hát azért... Ilyenkor tartani magunkat a szokásos, jó bevált taktikánkhoz nem egyszerű. Nézd meg, esőt jósolnak, bazd meg. 4 perc múlva esik. 4 perc. Hogy legyen? Ki kell venni most szerintem. Ne szarakodjunk. Mint ahogy az előbb. A Q2 elején csináltuk. Ennyi. Ki kell venni és kész. Egyből tolni neki. Tempósan fölérni. If you don't need it, no lift and coast. Copy. Ennyi. Megvagyunk. Gyönyörű. Bazd meg, az a kurva Ferrari pont most jön ki! Hát ez nagyon izgulós lesz így. Nézd meg, itt van. Ó, Istenem. Mondjuk, hogyha az égre tekintünk, akkor marhára nem úgy tűnik, hogy ebből komoly eső lesz. És nézzek, ott a Ferrari. Hát ez nagyon-nagyon rossz. Pont az utolsó kanyarra fogjuk utolérni, nézd meg. Magnussennel mondjuk. Jó lesz ez? Nem tudom. Júj! Te kurva élet! Mondjuk ez így várjál, még a végén jó is lesz, odanéz. Menj már! Tökéletes! Ez tökéletes szélárnyék! Aztán ekkora malac! Óriási mázli! Hát figyeljétek a végsebességét! 3.19. Most nézzük akkor... hogy mit fog elérni Magnussen. Okay, 3.16.
Hát itt volt szélárnyék, ez egyértelmű. És bizony, milyen picike a különbség a két pilótán között. És ott is van! Lila utolsó szektor! Hát ez, figyelj, tehát mekkora mázi volt ez? Azt a kurva életbe. Nem így van? Ez hihetetlen. Végre! Hát kellett ez. Most ez a köridő nem tudom, hogy mire elegendő. 18.674, hát el... Leclerc nagyon tolja. Gyerekek. Bottas megverve, biztosan. Jó, hát igazából... Hozzuk be a fiainkat a boxba. Esetleg még azt lehetne megpróbálni. Schumacherrel adunk Magnussennek szélárnyékot. Úgy, ahogy most Leclerc adott Schumachernek. Ugye? Hát, bazd meg, most emiatt égessünk el egy lágyat. Igazából itt a gumik között 3/10 van. Jó, mindegy, megvárjuk. Megvárjuk még azt, hogy hogyan alakul a... az időmérő. Ugye elvileg még itt a pályát még gumizzák a fiúk. Egy picikét lehet akár még javítani is ezen a időeredményen szélárnyék nélkül. Na, hát akkor most kéne döntés hozni. Legyen szélárnyék, vagy ne. Ha nincsen szélárnyék, ha nem javít Magnussen, akkor fixen negyedik helyről fog ő rajtolni. Ami igazából... hát annyira nem rossz, bár inkább itt nekünk Leclerc-t és Verstappent kéne követni, mert Sainzban én nem bízom. Tehát ő most nem tűnik annyira erősnek. Az a helyzet, úgyhogy szerintem inkább... hát meg kéne kockáztatni, ugye? Boxot. Hát jön az eső. Fölrakunk egy friss lányat, gyerekek. Most valahogy azt érzem, lehet, hogy befürdünk ezzel, kell lesz szerintem most nekünk. Itt elég fontos a jó right pozíció. Nem olyan biztos, hogy ez megéri. Azért követni Leclerc-t és Verstappent, most gondoljuk el. Ha nem leszünk gumi előnybe, nem fogjuk tudni őket követni sokáig. Hát Magnussen ennyire egyrészt nem jó, mert az autó se jó annyira, hogy turbulens levegőbe ott brillidozzunk. Arról nem beszélve, hogy alacsony sebességű kanyarokba nem jó az autónk. Se légüres térbe, se turbulens levegőbe. Nem baj. Meg kell próbálni.
arra kell vigyázni nagyon, hogy ne legyen itt probléma, ne legyen összeakadás a kanyargós éjszaken. Visszafele is elsülhet. Russzan első szektorvédési pontjánál nem javított, bazd meg. Mert... coming back to us now, Mick. Mit csinálsz? Nyomjad már annak a szarnak. Megpofozom, esküszöm. Charge on. Copy. Hát ez hihetetlen. Beszél állni. Ez hihetetlen. Rosszul lőttem be a határokat. És nem javított végül Magnussen semmit. Azt a mindenségét. Hát ez ennyi volt. Ellőttünk egy lágygumit feleslegesen. Bassza meg. Fél másodpercet kaptunk Verstappentől. Hú. Hogyan fogjuk őt megverni vajon? Nem is tudom, hogy mivel kéne kezdeni talán. Nem. Hát... esőben. Itt a végeredmény. 5.-7. hely. Ami igazából egy 4.-5. hely lesz. Ami kurva jó hangzik azért. Hát ezt nem tudom, olasz. Majd megbeszéljük Abu Dhabi után. Addig ráérünk úgyis. Meglátjuk, hogy hogyan fog viselkedni, meg hogyan fejlődik. Egyre jobb igazából, csak hát most a következő évben még ő biztos, hogy eléggé béna lenne. De lehet, hogy ez nem baj. We've been having sunny weather here today. Mert legalább izgalmas lenne. Fixen. Csak mi van akkor, hogyha nem lettek jók a fejlesztéseink, valahogy a többiek többet fejlesztettek mondjuk. Ami benne van a pakliba, mert idén minden eddiginél később kezdtünk el fejleszteni. Benne van, hogy itt most pofára esünk. Harmadik és egy negyedik hely. Jó, legyen így. Az a tuti. Na, gyerekek! Hoppá, Rézi néni! Hát olyan 25. kör környékén fog megérkezni az eső. Fasza. Jó, hát ez egyértelmű. Teljes mértékben egyértelmű. El kell menni az esőig. És ennyi, kész, szevasz. A probléma az, hogy a DRS zónák azok nagyon nincsenek jól elosztva. Hát itt a középső szektor... van egy 40 másodperces tér, ahol... tehát olyan... nehéz lesz menni majd az ellenfelekkel, szinte lehetetlenség, én azt mondom. Úgyhogy itt a stratégiával kell operálni. Ennyi. El kell húzni majd minél jobban a közepes gumit. Én nem akarnék itt kemény gumizni. Azért legyen valami tempunk is itt az elején. De biztos. Tartalék üzemanyagot. Húha, vigyünk. Így? Hát vagy nem is tudom. Védekező. A Magnussenre meg támadunk. Legyünk előre, mint a büdös élet. Kár variálni ezen.
Ja persze, Peti, hát így van, így van. Na, nagyon profi vagy. Ennyi. The drivers there lined up on the grid under mostly sunny skies. Let's take a look at Haas. A top 10 position today, but will they be able to capitalize on it? There's the other Haas. Not as close to the front as they might have wished for, but we know the race order can change a lot during those first few corners. The teams are ready to go. And now, it's time for the São Paulo Grand Prix. Az előlünk rajtolók. Mögöttünk az egyik alpi lágy. Volt ott a Williams Albon. Gyorsan Schumachernek szóljunk, hogy megtámadja csapattársát. Gyorsan figyeljünk hátra, ahogy biztos lesz a hátulról jövők helyzete. Megállunk. Ennyi, kész, meg vagyunk. Épp. We need a back off. Egyedül. Ha most egy belső ív esetleg, Magnussen, oda néz. De ne vedd ki az autót, te félkegyelmű barom! Hát le kell tolni a francba! Úgy. Jó, elengedjük. Ennyi volt. Nem erőködünk. Ne nyúzzuk a technikát. Hihetetlen. Öcsém, ez egy megint egy bazzom ekkora helyzet volt. Baszok, ez egyelőre működik. A helyzet az, hogy itt az kellene, hogy ezek a fél egyelműek nem mennek el az esőig, hanem pont az eső előtt jönnek ki. Mi meg elmegyünk az esőig. Ha kell felnin, de elmegyünk. Egyből azon kezdtem meg gondolkodni, ahogy megláttam a közepes gumijukat. Nézzel, az első hét versenyző közepes gumikon. És nagyon szépen tudjuk követni az ellenfeleket egyelőre. Nagyon szép. Ez kiváló. Bár nem tudom, hogy mi lenne akkor, hogyha esetleg visszavennénk az igyekezetéből mondjuk két pilótánknak. Bár hamarosan az fog következni. És bizony, mostantól lehet használni a DRS-t. Én egyelőre nem nyúlnék ebbe bele. Egyelőre maradjunk ki, nézzük meg, hogy mennyire tudunk megjönni így az ellenfelekre. Ez a valaki megforgott. Méghozzá úgy forgott meg, hogy Bottas volt az. Ott a szakadék, oda néz. Okon és Alonso között ott a szakadék. Alonso jön velünk. Jó van, Andy, ügyes vagy nagyon, ez az. Közben Leclerc és Verstappen egymás mellett, kérem szépen. Középső szektorban. Hát ez így érdekes lehet. Ők oda visszaverik majd itt egymást. Ajjajjajjajjaj. A minden itt. Nagyon kemény. Oda meg vissza. És Leclerc jön ki győztesen ebből a csatából most. Ez egyébként nekünk tökéletes. Fázd meg, vagy nem. Ujja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 j
Persze megpróbál kívülről elvenni Löker mellett. Úgy tűnik, hogy sikerül neki. Egyes-kettes kombinációban. Továbbra is egymás mellett a felek. Hát... Lesi Puskás szerepkörbe kell lennünk. Nagyon durván. Mert ezek az idióták itt addig fogják ezt nyomni, míg Sainz le nem szakad. Mondjuk utána is nyomni fogják ezt, de
Sainz, ha leszakad, akkor egyből indítani kell majd egy támadást ellene. De Schumacher eléggé le van szakadva. Ugye nyomni kell, minél jobban. Menetelni kell előre. Magnussen szépen tartja magát egyelőre. Faszki, nem merek belenyúlni ebbe, skacok. Lehet, hogy ez így jó. Hát, hozni kellett volna még üzemanyagot? Akkor lehetett volna itt menni, tényleg? Komolyan, Tihamér, ne csináld! Menj már! Bassza meg! Kurva életben nem kellett volna elmondanom! Aj! A francba! Az én bűvész trükkjeimben csajozol? Hát ezt nem hiszem el! Le is esett a cukrom, mennem kell. Tihamér, a büdös istálóját, ezt nem mondod komolyan. Hazudjál most valamit. Nem igaz. Let's see what happened there. Right, watch this. There's Schumacher. Okay. Döbbenetes. Döbbenetes ez. Oh, big lock up there. Jó, hát Schumacherrel annyira nem kell majd foglalkozni. Igazából, mert ő innentől kezdve, tehát így megy majd, amilyen tempót tud, aztán szevasz. Mi a csapadna is, Bence? Van egy tábla, Milkám, kész. Hát jöhet, köszönöm. Na, örülök neki egyébként, Tihamér. Tényleg, amúgy most nem hülyéskedté? Örülök akkor neki. Nagyon jó. Na, az igen, Tihamér. Nagyon jó. Nagyon jó. Nagyon jó. Beszarás. Jaj, nagyon jó. Valaki ezt azért mentse le, jó? Hát azért újabb bizonyíték, hogy az, amit mondok, nem is annyira hülyeség. Köszönöm. Nagyon jó. Nagyon jó. Geniális. Tehát ezt az üzenetet, amit most írtál, ezeket az üzeneteket, én majd vissza fogom mindig játszani, hogyha valaki esetleg megkérdőjelezi azt, amit én mondok. Hát, ez ennyi. Könyörű. Aztán mondjanak, amit akarnak majd. Lehet, hogy lefizettelek, ugye? Na persze, tudom, ilyenkor mi szokott ebből kijönni. Lefizettelek. Hát le. Vagyis nem. Ez már Magnussen, gyerekek, azért a leggyorsabb kör. Hoppá, hoppá. Mire volt példa, Andris? Mire volt példa, kérlek? Le vagyok maradva. Tehát nem mintha nem tudnám, miről beszélsz, csak most adok egy esélyt, hogy javítsd. Azt, amiben szerintem hibáztál most. Hát ez olyan, mint amikor barátnőd vagy a feleséged visszakérdez, hogy tessék! Pont, hogy ott vagy mellette fél méterre, a fülébe mondod, hogy mi van, és ő visszakérdez, hogy tessék! Nem azért kérdez vissza, mert nem értette, csak szeretne egy újabb esélyt adni. Diszkréten. Intelligensen. Hihetetlen. Hát ilyenek vannak a döbbenet. És mit lehet csinálni ezzel? Hát Schumacher azért annyira atyaúristenes tempót nem megy. Nekem ez csalódás. Nem bír elbánni Alonsoval. Az elég durva, hogy ennyivel rosszabb gumikon vagyunk mi már.
ellenfelekhez képest többenetes. Többiek mi a szart csinálnak? Tessék, az egy kedves segítőkérés igazából. Úgy van. Ja, jöttek már vissza pozitív visszajelzések. Na, így van, Andris. Így van, igen. Így van. Igen. Nagyon jó, Andris. Látod? Na, tudsz te, hogyha akarsz. De lehet, hogy elsőre is ezt akartad mondani? És én túl gondoltam? Lehet. Hát nem szoktam hibázni. Mindegy. Hova? Tizenkettő-három kör, aztán jön az uhé. Megpróbáljuk azt Magnussennel, hogy visszaveszünk egy kicsikét így az igyekezetéből? Rengeteg gumi elmegy így. Hát hosszú távon legalábbis, hát most nyilván azt látjuk, hogy jaj, nem rossz. De azért ez... Hát arról nem beszélve, hogy Schumacher az az elfékezéssel, hát nagyon nagy kárt okozott. Jó, vele visszaveszünk, az biztos. Hát egy kicsikét meg kell nyugodni most. Egyébként egészen jól egyben van a mezőn, hát legalábbis az első 9. Az egészen jól egyben van. Na, Lökler. Bajban? Szia, Zeki. Ki nagyon kemény. Szia, Balu! Húha, az komoly. De picit visszavettünk. Próbáljuk kihasználni azt, hogy lassítják egymást a fiúk, védekezése kényszerítik egymást, csatáznak. Ja, úgy tűnik, hogy ez működik, jó? Jó. Nyilván eléggé hátulról jövünk, de jövünk? Mi a boti? Mit fejleszi az autó, hogy ne egye meg a gumit? Hát ő... Semmit nem tudsz. Például vegye jó pilótát. Akinek jobb a gumikezelése. Smoothness. De hát figyelj, tehát az... Az nudli. Hát... Én úgy gondolom, hogy az ellenfelek konstans, kiegyensúlyozott vezetési stílussal mennek ellened, mindig. Ha te is úgy mész, akkor neked is ugyanolyan lesz a gumikopásod. De ha mondjuk esetleg van mondjuk egy Verstappened, aki nagyon jól kezeli a gumikat, meg van mondjuk egy direkt az két talán legszélsőségesebb példát mondom. Ott van mondjuk Piastri, aki mondjuk egy közepes gumis etapon Verstappenhez képest ugyanúgy beállítva minden, 5 vagy 6 százalékkal etapja végére, 5 vagy 6 százalékkal minimum rosszabb állapotú lesz a gumia. De még azt is hozzá kell tenni, hogy Piastri egy 60 százalékos gumival nem fog tudni olyan jó menni, mint Verstappen. Akármennyire gyorsan van ő beállítva, hogyha hát nem jól mondom. Ennek nekifutok még egyszer, ha nem baj.
Hát az a lényeg, hogy egy Verstappen sokkal jobb tempót ki tud hozni egy 60%-os gumiból, mint egy Piastri. Hát olyan képességei vannak. Ennyi. Ennyi. Ez a lényeg. Most jól megkavartam itt a dolgokat. Remélem azért átment, amit mondani akartam. Hát itt mindenki sárgába megy, ahogy most mi lényegében. Itt mindenki sárgába megy. Mi azért koptattuk el például most jobban a gumikat, mert a versenyzőknek a vezetési stílusa föl volt tekerve lényegében. Tehát itt push mód be volt nyomva, hogy több üzemanyagot használjanak a pilóták. És ez egy picikét hiába nem írja itt egyébként a magyarázatnál, sehol nem írja azt, hogy jobban fog kopni a gumi ezáltal. Ha jól emlékszem, legalábbis ez nem volt kiírva régebben. De hogy látom, hogy talán most sincsen. És ezáltal jobban kopik a gumi. Kész. Ezért vagyunk ennyivel rosszabb állapotú gumikkal itt most a fiúk mögött. Sajnos. Hát inkább a pilótán múlik, mint az autó. Hát az autó azon nem múlik, persze. Persze. Nem tudsz olyat fejleszteni, szerintem. Figyelj, lehet, hogy egyébként a... Tehát ezt beszéljük meg, kinek milyen információi vannak. Hogy a fékhűtésnek például milyen jótékony hatása van. Van-e egyáltalán bármilyen jótékony hatása? A jó fékhűtések, a jól hűtött fékeknek. Esetleg kevésbé melegszik a gumi? Ezáltal még könnyebben ott lehet lenni az ellenfelek nyakán? Mondjuk ez igaz, ez lehet, hogy benne van, igen. Ez lehet, hogy benne van. Mode push. Copy that. Kevesebbszer fékezik el. És ez hova van leírva, zombi? Vagy ez csak te fantáziáltad össze? Most értsd jól, nem megsérteni akarlak ezzel. Csak nem mindegy, mert... Korábban, tehát mint amikor F1-22-ben játszunk, és akkor valaki egyszer csak jön és mondja, hogy de hát a gumikat így meg így áll, és már valóságban így működik. A valóságban oké, hogy így működik, de a játékban nem úgy működik. Vagy tényleg vannak neked információid biztosan, hogy ez ténylegesen így van, hogy kevesebbszer fékezik el, mert én erről leírást nem láttam sehol, hogy ez ténylegesen így működne. Csak azért. Mode push. Copy that. Piszkos levegőben nem megy annyira fel a fékhőmérséklet? A fékhűtéssel kevésbé fékezik el a versenyzők? Aha. És ez hova van írva? Hát én erről nem láttam eddig leírást. Hát itt maximum azt láthatjuk, hogy a... Hát nem tudom. Itt ugye a gumi, hogyha már sárgában van, az időveszteséggel jár. Merciről a Red Bullra váltottál évelején, mint beszállító második évtől. Ugyanazok a pilóták lényegesen kevesebbet hibáztak. Na jó, de hát egy erőfor... Mármint motorbeszállító... Tehát lényegében erőforrás cseréltél, zombi? Hát az hogyan? Egy erőforrás ezt nem befolyásolhatja a fékhőmérsékletet.
hűtési rendszere jobb a Red Bullnak? Jobb. Igen. Igen. Nem tudom, Matesz. Nem tudom. Azt se jön az eső. Köszi, Matesz. Ez igen. De a fékhűtőrendszer. De ez hol van benne a logika, hogy váltasz egy erőforrást, Mercedesre, mondjuk Ferrarira, és jobb lesz a fékhűtésed? Hogy? Néha amikor elfékezik, akkor a versenyző mondja, szar volt a fék. Aha. Igen, szerintem is csak a motornak lehet jobb a hűtése ezáltal. De mindegy, látni fogjuk ezeket majd. Csak egyszerűen én nem láttam ezzel kapcsolatban. Mondjuk azzal kapcsolatban sincsen egyébként kommunikáció, hogyha magasabb üzemanyag használatot engedélyezünk a versenyzőknek, akkor nincs kiírva, hogy ha ezt bekapcsolod, több üzemanyagot fogyasztanak, és több gumit. Tehát ez nincs lekommunikálva. Aha, lehetséges, Béla, lehetséges. Lehetséges amúgy, kacok, hogy ezek így jelen vannak. Hát vannak olyan dolgok, nem is tudom, most így hirtelen, biztos tudnátok olyan dolgot mondani, ami nincs lekommunikálva a játékba, de mégis ott van benne. És figyelni kell rá. Itt te magad kell, hogy kisakkozd. Nem tudom most így pontosan mi olyan lehet. Mint például az, hogy talán egy alkatrész, hogyha ki fejlesztettél, legyártottál, fölrakod az autóra, mész vele szabad edzésre, utána pedig jobban lehet tovább fejleszteni. Hat perc és eső. Hat perc. Kubahe nagyon rosszul teljesített. De amúgy döbbenetes, hogy mennyivel több üzemanyagot engedélyeztünk ugye Magnussennek, és 4%-os különbség van a két pilótán között. Az kurvára sok. Mondjuk azt azért hozzá kell tenni, hogy Schumachernek van egy nagyon jó gumikezelési képessége. Ő ebben nagyon jó. És eléggé be van borulva, gyerekek. Hát... remélem, hogy még nem lesz eső. Nekünk ide tényleg az kellene, hogy az előttünk lévő figurák eltaktikázzák magukat. Miért a turbulens levegő az befolyással van arra, hogy mennyi gumit fogyaszt? Ez hol van lekommunikálva? Ez sincsen lekommunikálva. Vagy le van? Hol lehet ezt elolvasni? De annyi, hogy turbulens levegőben jobban esik az eső, bazdmeg. Minél melegebb a gumi, annál jobban kopik. És igazából valóban egyébként, valóban, bazd meg. Ez igaz. Konstans
122 fok körül megy a gumi. Ez nem is a gumit írja? De a gumi. Na hát. Micsoda információkat tudunk meg. Óriási. Elkezdett esni az eső. Hát jöhetünk is be. Ez fix. Ez tuti fix. Hát hamarabb kezdett el esni sajnos. Ennek én nem örülök. De hát akkor Inter. Biztos, hogy az elegendő lesz? Ajajajajajaj. Box, Kevin, box. Copy, Pops. Az egyik Ferrari kint fog maradni, gyerekek. Mivel fogadunk? Leclerc maradt kint. Azt a kurva életbe bele. Mi nem Sainz? Francba. Sainznak jobban örültem volna, mert ugye ő vezeti a bajnokságot. Komolyan Messi. Egy, hát pont tegnap kezdtünk új karriert. Istenem. Köszi. Okés. Persze, várjuk meg, bazd meg még a jövő hetet is, mire kiengedjük Magnussent. Idióták. Perez. Perez el nem... Jó. Oké. Remélem 2 mm fölé nem fog menni a víz. Nem tudom, hogy itt most hogyan, smiként kellene... Ez ki? Ez Sainz. Esőgumikon. Hát ő... Jó. Hát... Ő... Eltaktikáznak egy bajnoki címet, baszki. A Ferrari-sok. A viszontlátásra akkor. Szevasztok. Lapot húzott 19-re. Igen. Gyerekek, ezek eltaktikáznak egy bajnoki címet! Azt a kurva! Amit a Science-nak! Nem tudom, hogy most milyen lesz a bajnokság. Hát, ugye? Van csapatsorrend. Ki tudja most, mi lesz ebből? Hát így még Leclerc is visszaelőzi. Sőt! Várja, de Alonso is esőgumikon van. Ezek hülyék! Nagyon hülyék! That's a new race position for Haas. Okay, back off. Copy. Let's catch him. Na! Copy. Előzd már meg, baszt! Kurva életbe! Hát ez ilyenkor... Öl! Fél órát itt dekkolt, baszki! Felett! Minimum! Na! Did a good job. We need a back off. De hogyan lehet kigyorsítani, bazd meg? 2,5 milliméteres vízmennyiség mellett? Kopott száraz gumikon! Hogy? Képtelenség! Hát... Korcsolja pálya az egész, baszki! Csapattársához képes Schumacher 8. Még egyszer nekifutok. 8 másodpercet bukott. Ezek olyan...
jelenségek igazából ebbe a játékba, amihez nem bírok én hozzászokni, gyerekek. Nem megy. Én el vagyok rá készülve, amikor mindig ide jövök. El vagyok rá készülve, de egyszer, amikor jön ez a dolog, akkor így nem tudom átengedni magamon. Megpofoznám! Hogy lett ilyen hülye, bazd meg? Yeah, good job, Mick. Hát képtelenség ilyen retardáltak lenni, gyerekek! Hát ne mondjátok nekem bármit is! Lehet, hogy a végén nekik lesz igazuk, Science-nak meg Alonso-nak. Ki van zárva? Hagyja a békén. Várja. Ezzel a gumival el kéne menni az eső végéig. Már ki tudja, meddig lesz itt eső. Tehát itt már lehet, hogy 40. kör végén már lehet jönni száraz gumikra. Nem tudom, mi lesz itt. Egy a biztos, Verstappen nem lehet elkapni. Kurva gyors. Schumacherre minél több pontot össze kell kukázni, az viszont látás. Meg abba kell bízni, hogy Verstappen ott egyszer csak eldobja az élen. Ennyi. Leclerc mit rakott fel? Nagyon jó kérdés. Eső gumikat. Hát de plusz egy kört kint volt! Plusz egy... És lehet, hogy igaza lesz, várjál. Nagyon megy fel az eső, gyerekek! Álljál meg nagyon gyorsan! Kicsit úgy... Kezdjünk el tempózni, bazd meg! A kurva picsába! Gyerekek, ez... Just push! Jó, mondjuk, ahogy ők túlvállalták magukat az esőgumival, lehet, hogy mi nekünk is túl kéne vállalni magunkat, ugye, interekkel. Itt bazi nagy esőt várnak ezek a kóklerek. Ez mitől van? Tényleg ekkora eső jön? Uha. Lehet, hogy nem kellett volna kinevetni Leclerc-t. Bazd meg. Határon vagyunk ám, nagyon gyerekek. Nem kell volna kinevetni Leclerc-t. Nagy hiba volt ez. Gyerekek, ez szakadám. Mint a büdös élet, úgy szakad. Mi legyen, még egy kört azért bevállaljunk, hát ha ez visszamegy? Ki tudja? Mink a középső szektorban még azért villantunk. Első szektorban szintén, hát akkor még azért úgy nyomjuk neki. Schumacherrel meg... Nem tudom, bele is maradni kéne szerintem. Nagyon határon van a pálya. Nem nagyon kéne ugrabugrálni. Azt a rohadt, ez azért nagyon nehéz döntés. Mekkorát kockáztatott egyébként a kettő Ferrari. Többenetes. Verstappen mit megy, baszki? Hihetetlen. Azért fél szeket hoztunk Science-on. Na, most elkezdett visszamenni. A víz. Oda néz, megy le 4 mm. Bottas megint boxol. Mi történik ott? Interekről jött be? Akkor ő szerintem esőgumikat fog kapni, ugye? Nézzük Bottas-t. Ott megy föl az esőgumi. Mindjárt rakhatják vissza az Intert. Szegények, hú de hülyék. Ez egy kaotikus verseny. Jó, kicsit visszaveszünk itt a tempózásból. Aztán lehet, hogy most jön egy újabb adag. Nem lehet hinni ennek egyszerűen, tényleg.
rengetegszer már átvert bennünket. Előző körben 1,8-at hozott rajtunk Sainz. Azért az... És ugye az a helyzet, hogy a mi pilótáink olyanok, hogy minél több víz van a pályán, annál lassabbak. Az ellenfelek meg annyira jók esőben, hogy minél több víz van a pályán, annál gyorsabbak. Érdekes. 3,93. Jó, hát... Menjünk előre szerintem. Pörgessük előre az időkerekét. Aj, Schumacher, idióta, bazd meg. Kétszer egymás után? Vagy mi? Ott tesz meg jön vissza interekre. Ó, de rossz lehet. Hülyét csinálnak belőle. Hopp. Nagyon elkezdett esni. Jaj. Teljesen kiszámíthatatlan gyerekek, egyszerűen hihetetlen. Óriási baj van. Lehet, hogy elmegy mellettünk Sainz, de... Szerintem hosszabb távon megéri kint maradni intereken. Ez interes lesz hamarosan. Jó, van, menjen csak. Ja, jó, hogy így van, tehát... Jó, hogy kijött Bottas. Hú, még jobban esik. Ferrari, advance the race position! Lehet, hogy ki kéne jönni? Hát, ha eddig nem jöttünk ki, akkor most sem kéne már, nem? Üdös rohadt istálóját. Jaj, ez komoly! De mitől van ennyi hiba? Schumachernél. Gyerekek! Ez nagyon sok. That's going to be a big blow to the team. Will they be able to recover? We'll see. Írja, hogy heavy rain. És te azt elhiszed? Tudod, hány olyan versenyt láttam, hogy írt, hogy miket írt? Heavy rain, meg light rain, meg ilyenek. A semmi nem lett belőle konkrétan. Hogyne? Hát itt minden, de teljesen lutri. Persze. Szana... Hú, bazd meg. Ez óriási baleset van. Már egy safety car jöhet is. Was that a crash? Multiple cars, I think. Here's the replay. Now look at this. It was the AlphaTauri driver involved. You can clearly see the contact there, and that caused a lot of damage. Leszki. Gyönyörű. Tetten. Szép volt. Maradunk, gyerekek. Csökken a víz a pályán. Leclerc is el fog venni. Ajaj. It's not over for us. Sainz már Verstappent megelőzte. Ennyi. Sainz most boxol.
Megelőzzük Sainzot. Ennyi, megelőztük, gyönyörű. És nincs rossz helyzetben. Friss interekkel jön utánunk. Végül öregem... Talán azt lehet mondani, hogy igaza lett a Ferrari-knak. Ezt a kurva életben. Gondoltátok volna ezt? Hogy nagyjából igazuk lett. Öcsém. Szép volt. Most viszont nekünk az kellene, hogy villám gyorsan felszálladna a pálya. Mit ugatsz? Milyen vagy? Ja, hogy Perez megelőzött, kisfiam. Ja, jól van. De le csak ijeszgess, bazd meg, hát menj el mellette. Azért vagy ott. Na. Nézd meg, és ott tartja. Hát ez beszarás. Na. Vidd végig! Vidd végig! Férfi vagy! Nem vagy férfi. Az nagyon jó! Nagyon kemény! Konstruktőri bajnokságért minden Schumacher. Úgyhogy ne forogjál meg, mostad egyszer ne. Új, gyerekek, óriási csata. Mi a fene? Lökler is boxolt. Kívülről. Jó, de szép. Most már csak győztesként jövünk ki ebből a csatából. De durva. Az a helyzet, hogy ilyen nagy víz mellett egyszerűen Schumacher nem fog jól teljesíteni. Visszajön Perez. Ha válik van, elresünk. Lehet hagyni kéne a francba. Na. Az előző körben pont fordítva jöttünk el itt. Jaj, te gyerek! Na végre! Köszönöm. Ideje volt már. Okay, back off. Okay, copy. Jó. Elfogadható. 19-1 előző körbe. Hát, nem tudom, hogy meddig fog esni még az eső, de Sainz és Magnussen között biztosan lesz csata. És azért mennyire fontos az ilyen körülmények között, hogy egy pilóta mennyire jól tudja kezelni ezeket a körülményeket, ugye? Brutálisan sokat számít. Hát Verstappen konkrétan 15 másodpercet vert rány. 15-öt. Mennyi? Még egy 10 kör alatt? Az mennyire beteg. Iszonyat. És szerintem a 10 körrel még sokat is mondtam. Na, Schumacher, oda néz. Nagyon él a gyerek. Ez 75%-os gumikon. Az gyors. Egyébként szárad a pálya, tehát minél hosszabb ideig bírja Schumacher, annál gyorsabb lesz ő. Annál gyorsabban kezd el ismét élni. Szia, Zoli! Keményen! Csapd oda! Okay, we're still okay. Ez mit csinál? Az a DRS-e van, vagy mi? Hopp, az egyik alfa. 3-2-1. Ott is van. És... elvegyünk mellette, köszönjük szépen!
Az hittem pedig, hogy Perez megáll mögötted, de sajnos nem. Nem. Pedig menő lett volna. Jaj, milyen jót nevettem volna rajta. Na nézzük, hogy áll a konstruktőri bajnokság. Baszki. Hát nagyon nem jól. Hát borzasztóan. Egyéni. Az is. Az a baj, hogy Verstappen nagyon gyors. Valahogy Verstappent ki kéne ejteni. Hogyan lehetne őt kiejteni? Nem ismer valaki valami jó mesterlövész esetleg? Ki kéne lőni az egyik kerekét. Nincs jobb ötletem. More lift and coast, please. Okay. Hú, de lassú Schumacher, baszki. Sainz közben másfél szekre van Magnussentől. Nagyon közel van. Folyamatosan szárad a pálya. Most ilyen körülmények között szerintem már annyira nem kéne aggódni. Sainz miatt. Baszki, vagy mégis? Hát nem tudom. 2 milliméter alá, hogyha bemegyünk, az már nagyon jó. Az a helyzet, hogy hihetetlen nagy gumi előnye van. És nézzük, nem tud elmenni mellettünk, tehát azért nem vagyunk lassúak. Ennyi. Gyönyörű a féktáv. Éppen behúztuk elé. És Magnussen jó tud védekezni. Ja nem. Támadni tud jól. Védekezni nem. Bassza meg. Vagy mi? Ja, jól mondtam. Igen. Támadásban kiemelkedő. Szia, Kodi! Ki a senséged? Szeged kell szólni elé az egyik anyardán. Na, az nagyon jó ötlet, motoros. Jöhet. A csapatfőnök nem meggondolkodott el pilótaváltáson, de... De minden egyes megforgásánál. Mármint Schumacher megforgásánál. Nagyon durván. Nagyon durván! Hát figyelj, a mai nap Schumacher, ha 10-szer nem hibázott, akkor egyszer se. Viccen kívül. Viccen kívül! Jó, ilyenkor meg nem lehet ugye visszaelőzni. Hát... Ez a hülyeség. Jó, hát akkor menjünk vele. Okay, ja várjál, bazd meg, én meg Schumacher kapcsolom, mikor... Aaa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 
Istenem. Jóságos ég. Hát ez mindjárt felszárad. Még egy kör, az ennyi volt. Ez komolyan, ez 100%, bazd meg. Ugye, én ki fogok jönni a francba, engem nem érdekel. Nem most, következő végén. Most ezt megtoljuk Magnussennel, mint az atom. Szétszedjük a gumikat. Schumacherre szintén. Gyerünk! Come on! And we are okay to push, okay to push. Muszáj! Menetelni kell előre, mint az atom. Na jó, még azért ezt a kört még azért úgy majd következő végén jövünk inkább, jó? Nagyon, ne rohanjunk.
szegszóró DLC-t ahhoz meg kell venni. Hol lehet megvásárolni? Szóljál azonnal! Hát Schumacherre már lehetne jönni. De majd az utolsó pillanatban nem kell kapkolódni. Szép nyugodtan. Egész 12. Jó van, fiúk. Jó van. Na figyelj ide, Sumika! Várjál, várj, meg kell néző, milyen gumi kell. Lassan a testen. Kemény. Hű, de sokat nem fog ezen nyerni egyébként Schumacher. De Magnussen lehet, hogy nyerni fog. Lehet, hogy ez a picike elegendő ahhoz, hogy pont megelőzzük majd Sainzot. Understood, understood. And white line, white line. Ennyi, jönni kell, kész. Box, Kevin, box. Sainz. Box, box. Verstappen. Verstappen nem jött ki. Sainz. Tovább megy. Tovább megy! Idióta! Ez az! Itt van Schumacher. Okon mögött. Nagyon kell figyelni itt a srácokra. Hát most már egész jó a pálya. Tehát Schumacher... Szép lassan utoléri okon, Magnussen pedig egy olyan pályára fog már visszajönni, ahol fixe nagyon veri Sainzot majd. Baszki, Randy. Randy mögé jövünk. Itt van az egyik Alfa Romeo. Jó, oké, ennyi elég. Ez jó. Egy kicsit tempózzunk. Mi legyünk előrébb fixen. Copy. Ahogy itt Sainz megelőzzön bennünket. Nézzük csak. Középső szektorban mi volt? Lassabbak voltunk. Hát az hogyan? Száradjon már föl a pálya, könyörgöm. Hát mi ez itt? A gyerekek, nem az igazi a tempó. Hogyan mondom? Ez egy nagy szar. Befürdünk ezzel a taktikával? Nem, jó. Jó lesz. Megállt az eső! És most a tuti! Most a tuti. Na most nagyon megjövünk. Okay, Mick. Let's just put our head down. Alonso boxol. Bottas boxol. Hát itt jó néhányan arra vártak, hogy elálljon az eső. €12,000. Jaj, de mivel baráti áron számolnám neked így 18,000. Rendben, köszönöm. Kedves vagy nagyon. Verstappen box. Elkapjuk Sainzot, meglátjátok. Schumacher. Azaz. Gyönyörű, szép légüres tér előtte. Nagyon jól néz ki. Na, és hát akkor... Sainz. Begurult a box utcába.
És hát akkor innentől kezdve, mi van hátra? Imádkozunk. Ennyi. Nincs több. Leggyorsabb kör Magnussennel, és... ott jön Sainz! Új, de szoros! A jó édesanyját! Hello! Megcsináltuk. Akárhogy nézem. Someone's run wide. Közepes gumit kapott. A helyzet ott, hogy amúgy is gyorsabb Sainz, jobb az autója. Viszont most gumi előnybe is van. Rohadék. Kibírják a végéig. Hát dehogy is nem. Vagy nem bírja ki. Dehogy nem. Úgy kibírja, mint a kurva élet. Harminc százalékos ez körülbelül. De hát ez simán jó neki. Jó, hát gondolkodjunk. Hát ezt a második pozíciót be kell biztosítani Sainzzal szembe. Minél jobban. Hát itt a kanyargós részeken akár meg lehet azt is próbálni, hogy hát inkább üzemanyagot spóroljunk szerintem. Ennyi. Ezt így. És akkor előttünk rengeteg lekörözendő versenyző van, és akkor szép fokozatosan majd őket megelőzzük, jó? Ez a terv. És ezáltal addig sem tud majd Sainz bennünket támadni. Óriási logika, nem? Szerintem barom nagy. Ennyi. És lesz TLS. Fixen. Ott is van. Ennyi. Te nem akarsz elmenni a jó édes anyádba? McLarenke, kösz! De jó fej vagy. És akkor következő körben megint levadászunk egy lekörözendőt. Hát húzzuk az időt, meg üzemanyagot halmozunk. Tartalék üzemanyagot. Tökéletes. Tökéletes. Ismét nyertünk egy kör. Tehát itt minél később lesz Sainz veszélyes, Sainz annál lassabb, annál kisebb tempóelőnye lesz majd neki. És nekünk nem az első helyre kell elérni, hanem ezt a másodikat kell megtartani minden áron. Schumachernél meg, hát nem tudom, hát most itt mit lehetne csinálni? Szerintem semmit. Lassú. Nem elég jó. Itt ebben nincs semmi. Ez ennyi volt. McLaren most messze van. Benzi lesz.
Uha. Ujjjj. Ez nagyon szép volt, azt a kurva. Gyönyörű, nem is kellett erres használni. Vadállat volt. Jó, lassuljunk be, villám gyorsan. Gurítsuk mindenhol. Úgy kéne valahogy ezt megoldani, hogy feltartjuk Science-ot. Bassz meg, nehogy itt aztán körbeautózzanak is rohadék. If you've got some margin, try to increase the pace a little bit. Kéne a Williamsnek a DRS-e igazából. Azt kell megcsinálni. Ennyi, meg is van. Következő DRS zónára megint csak így kéne rámenni. Az a helyzet, hogy ezt sok helyen nem tudjuk majd csinálni, mert meg fog érkezni Leclerc. De nem baj, mire ide ér addigra, most mi már bőven gumielőnyben leszünk. Ennyi, nagyon szép. Jó a taktika, nem? Ott megy előttünk, mert megint kettő lekörözendő versenyző. Három. Hát őket mire utolérjük, ez egy okon? Ez egy okon lesz, így van. Akkor 12-9. Stappen. Hát ő gyors, jaj, hát persze. Igen, de hát azért is megy ő ennyire jól, mert mi lehetővé tesszük ezt neki. Hát hagyjuk egébe. Hát mert annyira el tudott menni az esős etapon, hogy nem kockáztathatunk megint. Ha. Ez mi? Hát ez hihetetlen. Mikor bekapcsoltam a kurva védekezést, ugye? Nem így van? Mikor bekapcsoltam? És nézve, mi történik. Come on, Kev, keep pushing. Gabi. Typical. De ne dumálj, just az. Keep concentrating. Koncentráljál, így van. Igaza van a mérnöknek. Good job, Kev. Okont, azt el fogjuk kapni bizony. Na nézzük, hogy állunk. Na így van, tehát most már 81%-os gumikon van Sainz is. Aztán mire kimondtam, már 80 volt. Úgyhogy jó ez. Nagyon jó. De lassan reagál, miért? Miért ilyen lassan reagál? Push as much as you can. Copy that. Véres. Vén. Jó van, szép nyugiba. Charge all. Lassan elérünk arra a szintre, hogy érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy elengedjük Science-ot. Mert nem kérem meg várni az élőkre teljesen. Tehát most már szerintem egálban van a két autó. Gumi ügyileg. Hát
Nem tudom, hogy hol az érzékelési pont. Áááá, picsába! Nem baj, a következő zónára már viszont nekünk lesz DRS-ünk. Ez konkrétan centimétereken múlt. Konkrétan az így van. Az érzékelési pont az pontosan itt. Ja, ennyi kurva életbe. Centimétereken múlt az a DRS. És most szorítani kell nagyon, hogy tudjunk menni Sainzzal végig. Működnie kell. Aztán, hogyha nagyon úgy alakul, akkor esetleg megint megelőzni Sainzot. És ismét hasítani egy picikét. Meg kell teremteni azt a helyzetet, hogy a mi oldalunkon legyen a gumielőny, és ne az ő oldalán. Tehát, mert alapvetően friss gumik esetében az a helyzet, hogy 0,3-tizeddel gyorsabb a közepes. Viszont egy 77 és egy 77%-os 77%-os kemény és 77%-os közepes gumi között van különbség a kemény gumi javára elvileg. Hát azért nem olyan hülye, atya úr istenes ez. Jobban kéne menni. Most már 75% alatt van Sainz. Úgy van, gyönyörű. Ez az. Óriási. Következő körbe megpróbálunk egyet előzni. Mondjuk azért ez idő alatt Löker baszki, rengeteget közeledett. 3 másodperce van. De nyilván most, hogyha majd ő megérkezik, és mi itt vagyunk Sainz mögött. Talán ez lenne a legoptimálisabb, hogyha mi itt maradnánk. A legesleg végéig. És várni, és várni. Folyamatosan csak védekeznénk ugye DRS-sel. Tehát DRS vonatba nem tudna előzni Leclerc se. Akármennyire ügyes. Ki van zárva. És egyébként meg, gyönyörűen nézd meg. Megyünk Sainz-szal minden gond nélkül. Nem vagyunk határon. Szépen tartjuk vele a lépést. És ez az idő előre haladtával csak jobb lesz. Úgyhogy akár azt is lehetne csinálni, hölgyeim és uraim, hogy fölvesszük a legnagyobb mellényünket, hátra dőlünk, pörgetjük az időkerekét. Na, mekkora húzás, mi? Viszont... De csak most lehet, hogy ezt abba kell hagyni. Norris ott van előttünk, bazd meg. Norris okon. Norris ide lehet, hogy bele fog majd köpni a levesünkbe, úgyhogy most még nem kéne előzni. Következő körbe egyet előznünk kellene. Hát, Norris miatt? Okon a Mercedes-ekkel megy. Tehát, hogy nem kellene egyből így pánikolnunk. Attól félek egyébként, hogyha esetleg átvesszük a mozdony szerepkört Sainztól, akkor az fog történni, hogy ha esetleg mégsem lesz elég jó a tempónk, mind a kettő Ferrari majd elmegy mellettünk. Azért nehogy már itt két szék közé essünk, baszki, az milyen gáz lenne, azt a kurva életbe. Állok.
ez nem tudom, hogy minek volt köszönhető. Biztos védekezett leeresével. Már nagyon közel vagyunk a McLarenhez. Ez vészesen közeli távolság, bazd meg, ez nem jó. Norris hibázott. Hát... nem szeretem a kék zászlózást ilyenkor, mikor valakivel csatázunk, hát ez kurvára necces. A legneccesebb dolog. Na nézzük csak, lesz Sainznak DRS-e? Szerintem igen. Nem lett. Hú, megúsztuk. Hihetetlen mennyire gyors. Gyerünk, előzni kell. Mondjuk most már hiába, bazd meg. Ott a DRS-e Sainznak. Oda néz. Ezt mondtam. Hát szóval ez, bazd meg. Öregem. És gondoljatok bele abban a helyzetben, amikor tényleg, tehát amikor nagyon pici dolgok múlnak. És minden összeáll, és egyszer csak jön egy ilyen jelenet, baszki. Hát agyvérzés az egész. Agyvérzés. Ezt máshogy nem is lehet elmondani. Kurva kék zászló. Ott az Alfa, oda néz. Így legalább fixel ez DRS-ünk. Ja, tökéletes. Kösz. Nagyon jó. Ennyi. Science-nak nincs egy DRS. Ugye? Ennyi, oké. Okay. Visszajövünk elvileg. Vagy nem? Ja, nem. Jó, hát akkor annyi, hogy több RS kell használni. Közben Leclerc már itt van egy másodpercen belül. Ott az Alpine, jönnek a Mercedesek. Hú, előzni kell, skacok. Előre kell menekülni, az a legjobb. Tehát már nagyon-nagyon-nagyon közel vagyunk. Tehát itt most tekerjünk fel mindent, én abondó vagyok. Itt menni kell, baszki. Most, ha nem lépünk, vége a dalnak. Meg fogjuk szívni. Alig jöttünk. Come on, Kev, let's pressure him. Copy. Kerünk lendületből, Magnussen. Lendületből, bam! Lendületből. Nagyon jó. Ez elképesztő megint, mit vegy Sainz. Hogy a picsába? Na. Tedd már be! Nem. És nem. És nem. Atya úristen, kapaszkodjatok. Jóságos ég. Yeah.
Kev, if you've got some margin, try to increase the pace a little bit. Copy that. Menni kell. Különben megelőz bennünket, Löker. Oda néz közben, Science-ot hogy szivatja. Az Alpin. Nagyon jó. Köszönjük szépen, Alpin. Nincsen erresünk. We've just had a car run wide. Charge on. Copy that. Jó van, itt vagyunk megint. Épp fokozatosan megpróbáljuk összeszedni most magunkat. A Mercedesek most egy picit messze vannak. Ők egész jó tempót mennek, azért mondom ezt Messinek. Meg nem, nincsenek messze, csak ez úgy pont jó egyelőre. Charge off. Copy. Science az előzőben 12. Így azért annyira nem mennek. Hát Hamilton 1.13 kereken. Hát ő nem túl gyors. Charge on. Copy that. Rögtön. Nagyon jön. Six laps remaining. Félelmetesen jön. Leclerc. Leclerc-ignyó. Ez az. Hát egy szektort így végig tudunk spórolni. Az egész jó. Utolsó körre kellene valahogy úgy feljönnünk. Kellene valahogy előidézni. Meg lesz szerintem. Még itt még mondjuk Hamiltonnak a segítségét lehetnek kérni. Itt egy max kettő kör is. És Science megelőzi Hamiltont. Baszki, de jó volt a kigyorsítása itt most Science-nak. Azt a mindenit. Gyerekek. Hát ő védekezése kényszerített bennünket? Löker? Észre se vettem már. Messze vagyunk. Biztos, hogy közrejátszik itt Leclercnek a ködelsége. 1000%. Tizenkettő, hat. Fél másodpercet hozott. Lines Hamiltonon. Fél másodperc. Milyen távolságra van Hamilton? Közel van, az meg közel van. Nagyon közel van. If you've got some margin, try to increase the pace a little bit. Yeah, I'm copy. Na, szerintem innentől kezdve mehetünk a verseny végig agresszív vezetési stílussal, ugye? Menjünk. Ennyi. Ne hagyjuk, hogy Leclerc itt szivasson bennünket. Ez az. De még mindig nagyon messze vagyunk. Nagyon-nagyon messze van, baszki. Charge on, please. Copy that. És alig van erres, tehát itt egy próbálkozásunk lesz, és kész, kifújt. Ennyi. Charge off. Copy that. Ott van Hamilton, baszki. Mikor fogják lengetni neki a kéket? Ez itt a kérdés.
Biztos, hogy adni fog Science-nak DRS, hát én megverem azt a gyereket! Azt a kurva, de közel! Na nézzük! És ott a DRS a kurva anyjába! Pofán szakad le! Oda néz! Science-ot! Nem engedi el, nagyon jó, köszönjük szépen Hamilton, ez kiváló. És akkor most sem kéne elengedni. Jó, maradj ott, maradj! Végülis ez a legkevésbé rossz. Uramisten. Take care so we can start to close the gap. Copy that. Az ott kicsoda? Williams. Na most van végünk. Óriási. Még kettő kör. Hát lehet, hogy most először kudarcot vallunk. Ugye még nem volt szerintem, én legalábbis nem emlékszem olyanra, hogy valakivel csatázunk, és ezzel nem tudjuk megelőzni a végén. Ilyen még szerintem nem volt. Menni kell, nem érdekel üzemanyag. Gyerünk már, nyomjad neki Magnussen. Gyerünk apukám, szúrjad, bazd meg, szúrjad. Mode push. Copy that. Oh, most bam! Turd! Tempo! Úgy! Ez az. Nagyon vagány. Ott a DRS. DRS nincs. Hullahopp karika. Starting final lap. Gyerünk! Gyerünk! Most vagy soha! Most vagy soha! Ennek meg kell lennie, bazd meg. Úgy bizony! Szigorúan! Nice work. Szigorúan. Anyába. És akkor most gurítsad neki, kisfiam, gurítsad neki, ezerre gurítsad. Nincs üzemanyag. Max Verstappen, over the finish line, and today's winner. Checkered flag, checkered flag. Yeah, that was great. Thank you. Fújjuk a monitort! Gyerünk! Ott van! Nem volt rossz. Checkered flag. Well done over the weekend. Yeah, Kevin, you did an awesome job. Bassz meg. Ez egy jó kis verseny volt. Két ekkora idiótával nem volt ez rossz. Közel volt bizony. Látjátok, emiatt nem érdemes majrézni azon, hogy mennyi üzemanyagunk van. Van amennyi van. Ez néha vannak olyan helyzetek, amikor le kell menni mínuszba. Nem kell megijedni egyből, hogyha pirosban vagyunk. Ez taktika, lényegében. Most spórolunk akkor, amikor lehet.
Hát van olyan, amikor mondjuk nem lehet. Hát akkor ez van. Nem jön be. Az a tipikus all-in. Bejön, nem jön be. És hát bejön. Henry bejött. Most ezek után hogyan fog kinézni a bajnokság, ezt már nem tudom. Milyen állásnál fogunk ráfordulni az utolsó rajdéra. They'll be absolutely ecstatic to finish up there. A lovely occasion as we see all three drivers really relishing their moments on the podium. Oh, I'm on the airport. This is a good result for Haas, more than enough to satisfy the whole team. Ez egészen biztos. Thrilling to watch. They've done an excellent job and they deserve all the plaudits. That's right, and they finished the race weekend in third place in the constructor standings. Formula One has almost reached its conclusion this year. Meet us next time in Abu Dhabi. Between the desert and the sea. Utolsó nagyon dupla pontok vannak. Nem, nem, az következő évtől lesz, nem? Persze, első évben vagyunk, úgyhogy itt még biztos, hogy normális pontrendszer van, szokásos, hagyományos. Ha így nézünk ki. Hát, bazd meg, Verstappen nagyon gyors. Első évben neked már volt dupla pont? Ez hogyan? Ez hogy? Konstruktőri az elszállt, ugye? Na. Hát itt Magnussennel meg lehet a harmadik hely, és ennyi. Ennyi. Hát nem sok esély van rá. Hozzá kell azt tenni azért. De ha van, akkor meg kell próbálni. Ennyi. Hát meg kell nyerni, gondolom kezdjük ott, hogy meg kell nyerni. Magnussennel. És Verstappennek meg. Maximum 2 pontot szerezhet. Meg kell nyernünk, és neki 9-nek kell lenni. 9 vagy 10. Jól mondom? Szerintem ez így van. Hát mi legyen, megpróbáljuk elérni? Vagy inkább menjünk egyből Bahrainbe? Baszki, és nem lett meg. De meg lett? Ez mi? Ja, ennyi. Jó, passza. Jó, de jó. Final position. Top 5. Tettek. Tőmérő. Top 6. És szavazást amúgy indíthatunk erről nyugodtan, hogy megpróbáljuk elérni a harmadiket, vagy hagyjuk a francot, mert az mégiscsak egy harmadik hely, ki a francot érdekel. Hát itt igazság szerint a Red Bullhoz hasonlítjuk a verseny személyi gépjárművünket. Utolsó nagydíjra ráfordulva, hát a Red Bull az jobb. Amennyivel jobbak vagyunk közepes sebességű kanyarokban, Red Bull alacsony sebesség kanyarokba és végsebességben pont annyival jobb, meg hát jobbak a pilóták, ez egyértelmű, tehát Verstappen egy vadállat. Kutya fáját. Mérnök urak nem fejlődtek. Mit akartam itt megnézni közben? Cégkitűzés megvan, alkatrészek megvannak.
pénz akad. Ez minden megvan? Ja, analitik, az is megvolt. Mit akartam? Szavazás. Szavazás pörög? Elindítottam egy szavazást. Az igen alatt annyit értek, hogy igen, toljuk le az utolsó nagydíjt. A nem alatt pedig az, hogy menjünk Bahreinbe. És kezdődjön az új szezon. És szavazzatok. Fontos-e az a harmadik hely a bajnokságban, az egyéni bajnokságban? Fontos-e Magnussennek az a harmadik hely? Igen, vagy nem?